Nemrég jelent meg a Star Wars Cantin 40 recept a Messzi-Messzi Galaxisból című kiadvány, ami értelemszerűen Csillagok háborúja inspirálta ételeket és recepteket tartalmaz. Elkészítünk egy előételt, egy levest, egy főételt, sőt még egy turmixot is. Hát te fogod készíteni, én csak itt állok, mert statiszta vagyok. A főételünk a zöld fűszeres mudabok pecsenye lesz, amit László nagy igényességgel fog itt nekünk elkészíteni. Ez egy sima, egyszerű, vajas, rozmaringos, kakukkfüves csirke lesz. Megbolondítjuk egy cékles krumplis körettel. Azt hittem, hogy sokkal több rozmaring van itthon, de valójában csak ennyi rozmaring van. Úgyhogy a kakukkfű fog inkább dominálni, mint a rozmaring. Annyira kakukkfüves legyen, hogy kakukkoljon. És a mudabok tulajdonképpen egy ősszerű lény, ami a Naboo bolygó Gangen mocsarában él, vagy ott őshonos, vagy ott vadásszák, vagy oda került valahogyan. Egy óra 10 percig sütjük. Szia Pipi, maradsz! A főételünket a recept könyv Jedi Mester szintűként kategorizálja, három szintet különböztet meg, az egyik a Padawan, ugye ez a legalsó szint, a közepes, de már nehezebben elkészíthető ételek a Jedi szint, illetve a Jedi Mester a nehezebben elkészíthető. De amúgy én ezt nem érzem egy ilyen túlságosan bonyolult dolognak. Most elkészítjük a köretnek a másik részét is, méghozzá céklából. 15 percig kellene majd azt glasszírozni. Nem tudjuk, hogy mi az a glasszírozás, és találtunk egyébként, ő tudja, mi az a glasszírozás, én nem tudom, mi az a glasszírozás, de pont az olyanok miatt, mint én, van a könyvben egy kis lexikon, amiben pont a glasszírozás nem szerepel benne. Meg fogom sózni, meg egy kicsit megcukrozom, és emiatt lesz egy kicsit karamellizált réteg majd a céklán. Az lenne a kérdésem, hogy biztos nem vennénk egy pizzát? Felöntjük annyi vízzel, hogy az pont ellepje, de 15 percig fogjuk. Glasszírozni? Így van. Míg a főételünk sül föl, készül, addig elkészítjük az előételt. Ilyen klónmenzás hatású zöldségleves lesz ez. Ami valójában egyébként egy köris paszternák és burgonyakrémleves lesz. És mi az a paszternák? Köznyelvi nevén a fehérrépa. Várom, hogy elolvadjon a baj. Vagy már mi bajod van? Olvadjál már! 2 hours later. Ja, tudjátok mi a baj? Elmondom mi a baj. Az, hogy... Nem volt bekapcsolva. Nem volt bekapcsolva, viszont itt majdnem megégettem a könyökömet. Megforgatjuk a paszternákot és a krumplit a hagymás olajban, és egy kicsit kirítjuk. Majd fel fogjuk önteni a húsleves alaplével. És ennek még kell kb. Egy olyan 25 perc. Össze fogjuk turmixolni ezt. Szerintem ez már jó állagú lesz a Robertnek. Good. A következő cucc, amit el fogunk készíteni, az a kék tej Turmix Luke Skywalker kedvence. Na ebből kicseréltem egy hozzávalót, elvileg levendulát ír a recept, de én, mint már mondtam, nem szeretem azt, úgyhogy szederre cseréltem. Vegyünk 2,5 deci kókusztejet, amihez öntsünk hozzá 2,5 deci sima tejet. Kb. Egy olyan 10 percet főzzük. Bazd meg, Robi, hát szóljál már, bazd meg. Kékítőt rakunk majd bele, de mindenképpen félretesszük egy kicsit hűlni. A few moments later. Hűha! Hát ennél kékébbre már nem tudnám csinálni. Feletettük a lefagyasztott krémjoghurtot, és most ezzel együtt fogjuk leturmixolni. Na, ennek határozottan kék tejturmix színe, íze, állaga van, úgyhogy Luke Skywalker büszke lehet rá. One eternity later. Itt a kezünkben a napi zöldségadagunk, úgyhogy most kóstoljuk is meg szerintem. Pont olyan, mint amilyenre számítottam. Enném. Eszed is. Ja.
A zöldfűszeres udabok pecsenye, akárhogy is nézem, valójában egy zöldfűszeres csirke pecsenye. Én azt mondom, omlósz! Szerinted? Nem emlékszem, mit mondtam a pizza rendelésre? Igen. Nincs szükségre. Jó. Most már elárulhatom, hogy valójában a kék tej turmix miatt készítettük ezt az egész valag kaját. Úgyhogy most már kóstoljuk meg, hogy milyen, mert végül is emiatt jöttünk. Hát jó, tekesség. Végül is iható. A víz is. Vodka. Tegyünk bele vodkát. Elhozom. A 40 recept a Messzi Messzi Galaxisból című kötetből elkészítettünk 4-et. Úgy érzem, hogy 50%-os hatékonysággal még fogyasztható is lett. Na, hát ami jó sikerült, azért az tényleg jó sikerült. De hogyha kíváncsiak vagytok, hogy milyen egyéb Star Wars inspirált receptek vannak még, akkor csekkoljátok a könyvet. Ha meg egyéb elmés videókra bájtok, akkor kövessétek a csatornánkat. Sziasztok! Sziasztok!